Sziasztok, ez itt a Quake. Mielőtt még belekezdenék, elmondom, hogy igen, úgy körülbelül egy éve már belekezdtem ebbe a végigjátszásba, viszont az akkori felvételeimmel eléggé sok probléma volt. Például a minőség nem volt a legjobb, zene sem szólt a játék során, mivel a Steam verzió alapból nem foglalja magában a soundtracket. Most viszont már tudok Quake Spasm Source Portal játszani, szóval végre hallhatjátok a Nine Inch Nails soundtracket. Hát meg úgy még harmadjára, hogy őszinte legyek, a régi videóim alatt a kommentár az eléggé szóval amiatt is úgy döntöttem, hogy inkább egészen előről újra kezdem ezt az egész végigjátszást. Na, valamit akarok még mondani. Továbbra is crosshair nélkül fogom vinni, megszokásból. Igaz, hogy így rosszabbul fogok célozni valószínűleg, de ez ne legyen probléma. Illetve amit még nekem új lesz, az az, hogy nem pisztoly startolni, hanem itt shotgun startolni fogok. Ugye pályák között nem fogom megtartani a fegyvereket. Itt van a nehézség választás, könnyű, normál és nehéz. Nagyon bírom, hogy így a különböző folyosók úgy vannak megtervezve, hogy látszódjon rajtuk, hogy mennyire nehéz. Itt már van ilyen hú, de nagyon gonosz démonfej. És hogyha a hátfokozatot választjuk, akkor már el is tudjuk rontani a nehézség választást. Szóval itt már van láva, meg ilyen falra kitűzött zombik, meg tüskék. Szóval ez már nagyon baljósló itt. Itt van a fejezet választás, ez lesz az első, az átkozottak dimenziója, a rejtélyes múlt feléled. Viszont én Nightmare-en szeretném vinni, amit úgy találhattok meg, hogy itt leugrotok erre a deszkára, és ide jöttök. The Well of Wishes awaits in the Crypt of Decay. Hát, az még nem sok mindent mond számunkra. Hát akkor most már, hogyha minden igaz, igen, kiírja, hogy skill 3, a hármas skill a Nightmare. És hát kezdődhet a játék. Első pályánk az a Slipgate Complex. Nagyon sok mindent tudnék beszélni erről a játékról így már az elején, szóval. Jó, először elmondom, hogy a Nightmare fokozat csak annyit tesz, hogy az ellenfelek egy kicsit agresszívebbek, ami néha nehezít a játékon, néha könnyít. Az a lényeg, hogy az ellenfelek nem gondolkodnak, csak lőnek. Jó. Páncélzat. Quake-ben három fajta páncélzat van. A kék, a sárga és a piros. Így erősség szerint. Ez a kék csak láthatjátok, hogy 100 egységet ad, és a sebződés azt hiszem 20%-át fogja fel. Sárga páncél már 150 egység és 60%-ot fog fel. És a piros páncél az eléggé erős, mert az 200 egységet ad, és a sebződés 80%-át fogja fel, ami már tényleg nagyon OP-nak számít. Gondoljatok bele, hogy még a Doom-nak a kék páncélja se olyan erős. Ó, viszont figyelnem kéne, mert itt eléggé sokat sebződtem az elején. Itt a sztori egyébként körülbelül az, hogy az emberek teleportációval foglalkoztak, kísérleteztek, és hát ez egy kicsit rosszul sült el, mert másik dimenzióból van valamilyen titokzatos ellenfél, ami ezt úgymond felhasználta az emberek ellen, és
most éppen egy ilyen katonai bázison vagyunk, amit megszálltak ilyen rejtélyes erők egy másik dimenzióból. Szóval itt még csak a Földön vagyunk, látni is a kék eget. És itt csak megzombult emberekkel és kutyákkal fogunk találkozni. De nagyon hamar új ellenfelekkel is szembe kell majd néznünk már rögtön a második pályán. A második fegyverünk az a Nailgun, ami az egyik kedvenc fegyverem. Valamiért ebben a játékban a shotgunok eléggé gyengének érződnek, nem tudom, hogy miért. Valószínűleg azért gyengébbek, mert gyorsabbak is egyben, szóval azért csinálták ezt, hogy ne legyenek túl erősek. És most felszedtem a quad damage-et, ami 30 másodpercig meg négyszerezi a sebzésünket. És így még az alap bárdunk is eléggé erős lesz. Viszont én nem akarom tovább használni a bárdot, mert már megint lement 33%-ra az életerőm. Ami hát eléggé szörnyű. Azért nem árt, hogyha egy kicsit elővigyázatosak vagytok. Tessék, vissza is jövök ezért az életért, hogy óvatosan vigyem. Egyébként, hogyha azt meglövitek, akkor megszerzitek a Super Shotgun, de néhány dolgot elfelejtek úgy egyáltalán megemlíteni. Mert olyan egyértelműnek tűnik. A sötétségben van egy ellenfél. Azt szedjük ki, mert ott lesz egy titkos hely. Jó, a védőöltözetet azt utána fogom felszedni. Most az a lényeg, hogy ugráljunk ide föl. Ezt még aktiváljuk, mert csak úgy fogunk tudni tovább haladni. Jó. És ott van egy plusz élet. De felugrálunk. A plusz élet az nem olyan jó, mint a Doomban a Soulsphere, mert egy idő után lejár. Hogyha ott nézitek, akkor hogyha 100 fölé megy az életünk, akkor szép lassan elkezd visszafelé számolni 100-ig. De azért vannak olyan részek, ahol nagyon fontos, hogy felszedjük az ilyen power-upokat. Mert csak úgy tudunk átfutni bizonyos részeken. Jó, láthatjátok, a sárga páncél az már 150 egységet ad. Lehet, hogy ezt előbb kellett volna. Vagy csak nem kellett volna a baltával szaladgálnom. Még akkor is, hogyha ez csak az első pálya. Jó, itt mindenfajta lőszert szedhettek. Itt még van egy titkos hely, viszont az elején, hogyha leugratok a hídról, akkor úgy is megtalálhatjátok. Na hát ez volt a Slipgate Complex. Megpróbáltam lassan vinni a pályát, mert eléggé sok idő elmagyarázni a különféle dolgokat. Jaj, de én mit csinálok? Én shotgun startolni szerettem volna. Még jó, hogy eszembe jutott. És most pálya végén teleportáltunk egyet, és átkerültünk már rögtön egy ilyen másik dimenzióba. Na, ott van az első ilyen igazi démoni ellenfelünk, az Ogre. Láthatjátok, hogy Nightmare módban milyen agyatlanok az ellenfelek. Nem érdekli őt, hogy nem ér el ideáig a gránátja. Ő csak lő tovább. Jó. Mik vannak még itt? Láthatjátok, hogy eltér egy kicsit a textúra. Hát nem igazán érte meg ide jönni, mert itt csak élet van, ami nekem még nem kell igazán. Bár tudjátok mit. Most már mégiscsak kell az.
nagyon nehezen vesznek észre engem ezek az ellenfelek. Legalábbis, amíg mögöttük vagyok. Oké, ez itt a pálya vége lesz. Akkorra hagyjuk meg inkább azt a quad damage-et. Ez az ajtó máshol nyílik. Ehhez pedig kell egy ezüst kulcs. Szóval haladjunk visszafelé. Jaj! Előbb szedjük ki a hickenes ellenfeleket, mert azok... azok sokszor nehezek tudnak lenni Nightmare-en. Ó, oh, hello! Láthatjátok egyébként, hogy az ugre másik kezében, a jobb kezében van egy láncfűrész. Azt csak akkor használja, amikor közel kerülünk hozzá. És azt hiszem, hogy itt lent van valami titkos hely. Nincs. Akkor rosszul emlékeztem. És még egy új ellenféllel találkozunk. Egy ilyen repkedő cuccal. Úgy hívják, hogy Scrag. Régen volt valami külön nevem rá, de már elfelejtettem. És a csapdák is egy kicsit idegesítőek lehetnek, viszont hogyha nincsenek ellenfelek itt, akkor egyszerű kikerülni ezeket. Szóval, amit én nagyon szeretek a Quake-ben, az az, hogy már nagyon hamar bemutatja az új ellenfeleket. Még csak a második pályán vagyunk, de már az ogrével és a Scraggel is találkoztunk. Képzeljétek el, hogyha a Doom-ban például harmadik pályán már Archvile-okkal találkoznátok. Na, gyere te ogre! Indítsunk egy kis infightot. Igen, ez a Quake skilles játék már, mert egyszerűen csak hagyhatjuk, hogy az ellenfelek megküzdjenek egymással. Látjátok? Semmi skill. Na, a Scrag még meg tudja lőni valamelyiket. Aha. Láthatunk ilyen epic Swiss-mus küzdelmet még. Akkor is, hogyha nem mi vagyunk azok, akik a Swiss-musolást művelik. Na, ezzel a kapcsolóval itt megszerezzük a kék kulcsot, vagy ezüst kulcsot inkább. De azt hiszem, hogy itt még hagytam egy páncélt. Meg, aha. Itt volt még egy titkos hely. Most már tudok erre jönni? Aha, és itt rögtön a pálya végére jöhetünk. Nem tudom, hogy megvan-e az összes titkos hely, de... a kék kulcs megvan, szóval jöhet a pálya vége. Szedjük fel a quad damage-et és siessünk. Egy ogre, két ogre, három ogre. Aktiváljuk ezt a kapcsolót, mert még egy harmadik ellenfelet is bemutat nekünk a pálya. Mégpedig a fiendet, amik így ugrálnak ránk, eléggé veszélyesek tudnak lenni. Közelharci támadásuk is van, viszont az sokkal egyszerűbb, mert nem sebez többet, hogyha jól tudom. És hogyha hátrátok, akkor azt ki is lehet kerülni. Viszont hogyha rátok ugranak, akkor az tényleg veszélyes tud lenni, mert valamiért egy kicsit nagy a hitboxuk. Nagyobb, mint amilyen kéne, hogy legyen szerintem legalábbis. Van, amikor közeletekben se van, de még úgy is eltalál. Jó, hogyha nem pisztolyt tartoltok, akkor még följöhettek ide munícióért. Például Nailgun lőszerért, viszont ezen az egész pályán nem találtunk Nailgunt. Ami kicsit szomorú, de nem baj. És eléggé szépen néz ki ez a kapu. Úgy csontok vannak. Szép. Főleg ezek a szimbólumok tetszenek ott fönt, meg a kecskefej. Jól van, megvan 100%-ra ez is.
Szerintem most még a harmadik pályát is kiviszem. A Necropolis-t. Két újítással is szembenézünk. Egyrészt találkozunk a zombikkal, amiknek az az érdekessége, hogy sima fegyverekkel nem lehet őket elintézni, csak hogyha... Mi? Már kifogytam. Gránátból, az kizárt. Na mindegy, hát akkor Sotival küzdjünk meg a Fiend-del. Igen, szóval azt kezdtem el mondani, hogy a zombik azok alapból újraélednek, ezért dzsibelni kell őket, amire használjuk vagy a gránátot, vagy a rakétavetőt, illetve hogyha quad damage-etek van, akkor az is megteszi. Jó, ott fönt egy ogre, még akarok vele foglalkozni, hát inkább jövök erre. Ott pedig egy kisebb páncélt szerezhetünk. Vigyázzatok, mert itt elnyomna titeket a plafon. Titeket! Na jól van, jönnek már a nyelvotlások. Annyiban még nem igazán javult a kommentár. Az egy évvel ezelőttihez képest. Nyelvbotlás az megmarad. Ó, én itt nem akarok túl sokat sebződni. Oké. Második új ellenfél a pályán. Egy jó kis Shambler. Aminek ilyen hitszkenes villámos támadása van. Én mindig az Archvile-hoz hasonlítottam. Az benne a nehezebb, hogy sokkal hamarabb szór rátok villámot. Láthatjátok, hogy ilyen... Mennyi? Hát kevesebb, mint egy másodpercetek van. Illetve ennek nagyon sok az élete. Ki is fogytam lőszerből. Könnyítés van az Archvile-hoz képest. Nem olyan gyors, egy kicsit lassabb talán. És Nightmare-en néha még könnyebb is megküzdeni vele, mert rögtön elkezd titeket támadni, amint meglát. Szépen megtalálták itt egymást, nagyon romantikus. Ezek egyébként a kedvenc ellenfeleim, de... néha egyszerű velük megküzdeni Nightmare-en. Jó, hogyha ilyen búvó helyet találtok, mint amilyen az ott, akkor... Hardon is egyszerűek lehetnek, viszont hogyha a pálya design megengedi, akkor eléggé szivatós ellenfelek tudnak lenni. Jól van, ide kell valamilyen kulcs, ami itt is van lent. Viszont hogyha fölvesszük, akkor innen a sárból föl kell néhány zombi. Jó, nem most fogom bemutatni, hogy hogy élednek újra, mert itt nem igazán lehetne őket látni. Mondjuk ezen bemutatom. Az az érdekes, hogy ilyenkor nem is lehet őket sebezni, miközben a földön vannak. Van, amelyik szinte azonnal föl kell, van, amelyik egy kis idő után csak... És a támadásuk az az, hogy a saját vérüket dobálják rátok. Ott van az ajtó, és itt a legmesszebbi sarokban van egy titkos hely. Mégpedig az egy gyűrű. Igen, ez gondolom gyűrűkura utalás, mert Ring of Shadows, ez egy olyan gyűrű, amivel láthatatlanná váltok. Hasznosabb, mint a Doomban, nem olyan hasznos, mint a Daikatanában. Mégpedig azért,
mert amíg nem csináltok semmit, addig egy ellenfél se vesz titeket észre. Viszont amint lőttök egyet, az összes közelben lévő ellenfélnek föltűntök. Ójaj, kicsit túl közel vagyok. Nem akartam a robbanást használni. És ez itt... Ó, meg kell ütni, jól van. Így lehet aktiválni ezt a titkos helyet akkor. Régen még nem voltam benne biztos. És ha itt följöttök, akkor... megszerezhetitek ezt a páncélt, amit már a pálya legelején láttunk. És azt hiszem, hogy itt még hagytunk egy-két élesztőt. Jó. Azt is felszedtem. Szóval ez még csak a harmadik pálya, de már hány ellenféllel találkoztunk? Az első pályán volt két fajta ellenfél. Zombi kutya meg zombi katona. Második pályán három új ellenfél, harmadik pályán két új ellenfél. Hát szerintem senki sem mondhatja azt, hogy lassú ez a játék. Jó, van elég gránátom szerintem. Még a pálya végére is akarok hagyni valamennyit. Mi? Ilyennel még nem találkoztam, mi ez? Ó, itt infight lesz, eltalálta az ogre a zombit. Hát nincs esélye, mert az ogrék se tudják legyőzni a zombikat. Még úgy is, hogy nekik pedig van gránátjuk. És most mit kapunk? A rakéta. Igen, azt írja, hogy rakétát kaptunk, az viszont gránát is lehet. Quake-ben ugyanazt a muníciót használja a rakétavető és a gránátvető. Jó, mi mindent kapunk még itt. Lőszerből egész sok van. Hát ez a zombi meg itt úgy tűnik, hogy beragadt. Nem tudom, hogy mi ez. Egyszer nem találkoztam még ilyennel. Ó, te... Jól van, véget kell ennek vetnem. A zombi még ugye föl fog éledni. Igen. Oké, hát hogyha egy ellenfél hiányozni fog a végén, akkor... tudjuk, hogy ki lesz az. Tudjuk, hogy kit hibáztassunk. Pazaroltam néhány gránátot, de se baj. Jó. Ó. Na. Először téged szedlek ki. Nem találsz el. És... jó. Sárga páncél, szuper. Mögötte pedig fölmehetünk oda, ahol azok az ogrék voltak. De erre a helyre. És még csak full damage sincs. Szuper. Titkos helyekből minden megvan, illetve 6 ellenfél hiányzik. Hát jó. Menjünk a pálya végére. Jaj, ne elnyom minket a plafon. De nem, mégse. Eléggé vicces, hogy a pálya elején tényleg van egy plafon, ami elnyom minket, és a pályatervező gondolom tudta, hogy egyszer talán minket elkapott, vagy legalábbis közel voltunk hozzá. Ezért egy ilyen trollkodást végig berakni a pálya végére. Á, tökéletes. Jaj, ne, leesett a find. Ki tudom szedni?
biztos, hogy ki tudom szedni. Hogyha elég sokszor gyalogol be oda a látótérbe. És ezután pedig jön egy Shambler. Eléggé érdekes, hogy min múlik, hogy beszpónol, mert van, amikor már akkor beszpónol, amikor a fiendek itt vannak. Lehet, hogyha erre a helyre jövök így ide, akkor automatikusan beszpónol bármi is legyen. Hát jól van. Az az egy zombi úgy tűnik, hogy nem lesz meg. Tudjátok, mit leellenőrizni, még visszajövök. Azon a teleporton rögtön visszajuthatunk egyébként a pálya végére. Mi? Ó, hát az már nem lesz meg, úgy tűnik. Na hát, mindegy. Hogyha a játék hibája, akkor nem számít. Még egy ugyanilyen kapu, és ennyi a pálya. Jó van, hát azért talán még 100%-nak lehet mondani azt, hogyha mondjuk az összes titkos helyet megszerzem. Most emiatt nem fogom újra kezdeni az egész pályát. Abban biztosak lehettek. Na, nem tudom, hogy jó lesz ez így, hogy egyszerre több részt veszek föl. Talán jobb, mint hogyha ilyen 5-10 perces videókat töltenék fel folyton. De ez a rész már a következő videóra lesz hagyva. Gránátvetőt azt egy ideig nem fogok tudni használni ezen a pályán, szóval pazaroljuk is el a lőszert előre is. Na viszont remélem, hogy tetszett nektek ez a rész. Szerintem talán egy fokkal vagy kettővel jobb lett, mint a régi videóim. Na, a következő részig. Sziasztok!